Több ezren tüntettek Isztambulban csütörtökön, miután egy török bíróság 2 év 7 hónap börtönbüntetésre, illetve a közhivatal viselésétől való eltiltásra ítélte Ekrem İmamoğlu-t, a török főváros polgármesterét, mert megsértette a legfelsőbb választási tanácsot. A tüntetők Erdoğan elnököt és a kormányzó Igazság és Fejlődés pártját kritizáló jelszavakat skandáltak. İmamoğlu a legjelentősebb ellenzéki erőpolitikusa, akiről úgy tartják, hogy komoly ellenfele lehet Erdoğannak a közelgő török választáson.